A Fáklya Sport Egyesület integrált asztali teniszkupát szervezett a Szekszárdi Sportközpontban. 9 meghívott versenyzővel tartották meg a bajnokságot, ahol a mozgássérültek mérhették össze tudásukat egészséges társaikkal. Integrált verseny, mozgássérültek, kerekes székesek. Most igaz, csak egy kerekes székesünk van, de van, amikor 2-3 is el tud jönni, vagy úgy hívjuk meg, hogy többen vannak, akik mozgássérültek. Márton István, az egyesület elnöke elmondta, hogy a COVID hatása miatt az utóbbi időben nehezebb motiválni a mozgássérülteket, hogy sportoljanak, és ez nem csak Tolna megyében érzékelhető, hanem országos szinten is. A pandémia előtt nagyobb volumenű versenyeket tudtak tartani, egyrészt az aktívabb, fogyatékkal élő játékosok részvétele miatt is, másrészt sokkal több támogatást kaptak a szponzoroktól. Ez a COVID mindent meg felülírt, nincsen olyan támogatói háttér, akivel mondjuk nagyobb összegeket lehetne, mert azért egy nagy versenyre kibérelni a nagy termet, az nem fillérek, nehéz összehozni, de ezért próbáljuk ezt a megoldást, hogy így havonta, két havonta egy 10-12 versenyzővel megszervezzük, akkor úgy számoltunk, hogy így évek szinten, hogyha két havonta kínálok, az is az ugye 6 hónap, 6 verseny, 6-10, azonra ott van 70-72 versenyzőt megmozgatunk. A Szekszárdi Egyesület az integrált versenyek szervezésén túl is igyekszik aktív maradni, ők rendezik és bonyolítják le a Tolnai Megyeszékhely asztali teniszbajnokságát is.